Május 11-én figyelemre méltó sokaság tolongott a kerepesi Szabó Magda művelődési ház előterében és udvarán. Hihetetlen, de az ország közeli és távoli pontjairól érkeztek a hölgyek és urak, nem másért, hanem hogy részt vegyenek a Römikáb országos versenyen, amelynek nem először a kerepesi intézmény adott otthont. De mi is az a Römikáb? A nemrégiben elhunyt kertészné Szente Margit húgával beszélgettünk erről. Ez a römikáb egy olyan játék, mint a römi játék, csak táblás röminek hívják. Romániából indult, ahol ugyanis betiltották a römi játékot, és akkor valamelyik okos ember kitalálta, hogy akkor nem kártyával játsszák, hanem kockával, és így továbbra is tudtak játszani, és ez tulajdonképpen a rabló römi. Én még nem feltételezem, hogy becsaptak. Én is azért szoktam aláírni. És hát ugye látszik itt a hátam mögött, hogy micsoda nagy népszerűségnek örvend ez a játék. Nem csak nálunk, hanem országszerte mindenhol. Tehát most is legalább 10-15 helyről jöttek a csapatok. Látom, Szolnok, Ereszek. Szolnok, Kaba, Monor, nem is tudom sorba, Balatonfüred, Siófok, Veresegyháza, Dunaújváros. Nem tudok mindenkit elsorolni, de nagyon sok helyről jönnek a csapatok. Manyika alapította, kertésznél Szente Margit, és tavaly nyáron ő nagyon súlyosan megbetegedett, nem tudta már folytatni, és akkor én átvettem, addig is nagyon sokat segítettem neki, pláne amikor már beteg volt, és meghalt, és azóta egy éve én vezetem ezt a csoportot. Én nem vagyok kerepesi, hanem a 16. kerületből jövök. Mi nekünk egy kicsi csoportunk van, 25 fő összesen, de jönnek a 3. kerületből, Kelenföldről, 16. kerületből, 10. kerületből, és hát sajnos a kerepesiek mellőznek minket, abból kevés van. Kevés kerepesi van. Kezdetben nagyon sokan voltunk, 19-ben, aztán jött a Covid, és akkor valahogy mindenki ugye elmaradt, mert otthon kellett maradni, és amikor újra indítottunk, akkor már nem jöttek annyian, akik előtte ott voltak. Most viszont országos, országos igen. Verseny, bajnokság, igen, minek igen. Nevezzük. De minden héten van. Jövő héten Szolnokra megyünk versenyezni. És mi a tétje? Ki nyer, az hát egy nyer? Kupa. Egy kupa. De hát a dicsőség. Hát ugye a nyugdíjasoknak, mert zömmel nyugdíjasok vagyunk, a nyugdíjasoknak ez egy fantasztikus. Egyrészt agytorna, ugye, ami nagyon fontos a nyugdíjasoknak, másrészt a siker. Ugye hát én is voltam már első, utolsó, 4., 16., 48., mindenféle voltam már, akár merre megyünk játszani, de ez engem nem zavar, hogyha nem vagyok első, vagy ilyen élvonalba, csak a játék. És ezt az ember akár egyedül, vagy családjával nem, is nem, tudja? Nem, kettő minimuma. Tehát családba lehet épp játszani. Hogy nem? Hát azelőtt még nem volt ez a klub, mi családba játszottuk. A verseny kezdetén Gyurica László polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bizonyára sokan emlékeznek kertészné Szente Margitra, Manyira. Ezt a versenyt az ő emlékére rendezzük meg. Itt látható mögöttem a fényképe. 2019-ben alapította ezt a kis csoportot kerepesen. A szervezés időszakában nagy létszámmal indult, de a kezdeti lelkesedést egy időre felfüggesztette a Covid-járvány. A járvány ideje alatt is próbált összetartani a csoportot, részben az online játék lehetőségével, másrészt a közösségi médián keresztül. Amikor már betegsége súlyosbodott, gondolatban akkor is a színes kockákkal játszadozott. Köszöntőt mondott a német önkormányzat nevében Springer Friedrich is, megemlékezve kertészné Szente Margitról, aki nem csak a helyi Römikap csoport alapítója és vezetője volt, hanem a Német Kultúregyesület vezetése is a nevéhez fűződött. Nehéz szavakkal formába önteni azt, amit nekem kertészné Szente Margit jelentett. Nekem mondhatnám azt, hogy akár édesanyám is lehetett volna. De ennél sokkal több volt szerintem, mint barát, mint lelkitárs. Olyan társ volt, egy olyan segítő, és nem azt kérdezte, hogy minek, hanem azt, hogy mikor. És ez itt van mindig a fülembe cseng. Turi Sándor országos játékmester is köszöntötte a résztvevőket,
közölvén a meghökkentő számot, hogy az ország különböző településeiről erre a napra 160-an jöttek el. Hogy megköszönjem Szabó Tündének, az intézmény vezetőjének azt a nagyon-nagyon sok segítséget, amit nekünk nyújtott eddig is, és reméljük a jövőben is. Úgyhogy... Mindenkinek kellemes időtöltést és jó játékot! Aztán megkezdődött a küzdelem.